Jó. Itt is vagyunk. X. Ez a betöltő képernyő, az megvan, hogy GTA mindenkinek. Ez full GTA. Az mi volt az a izé? Gigalag. Parádé ez a... Jó, semmi. Telefon mindig a térképbe jön be. Kegyetlen. Mi ez a felkiáltójel itt? Ennek van valami sztoria amúgy? Cső mindenkinek. De a másik is izé volt. Csak nem felkiáltójeles. Mi van, kifagyunk, nem? Pillogni még tudok. Összesen nyomkodtam a gombokat? Töltünk, vagy... Hello. Szervusztok, sziasztok. Ez egy nagyon jó így. Így most akkor... Ez így nem lesz nagy verseny, gyerekek! Nem lesz egy nagy kaland! Jó, akkor... De jó, mert nem kell kilépni, már rájöttem, csak menjünk egy open. Megnyitjuk. És akkor crashelünk a picsába. Ja. Nem. Újra kell nyitani. Ne ilyen gyorsan. Tehát ne baszkuráljam a P betűt így, hogy elinduljon, mert sose fog elindulni. Jó. Jó. Indulás. Gyerünk. Ne baszakodjál már velem. Jönnek a nézők, azt nem indulsz el. Gyerekek, működik. Nehogy azt higgyétek, hogy ilyen könnyen feladjuk. Ránézek már erre a emulátorra, hogy fejlesztették-e, mert... Jó lenne. Ilyeneket láthatok majd tőlem, most fékezni akartam, de Nitro lett belül. Ha nézzük még egyszer ezt a versenyt. Ez így nem fog működni. Nem, ez igazából Xboxon, én csak emulátorra nyomom. Nyomnám, ha menne, de most ez így... Facecam, tök mindegy, hogy van-e. Viccarakom. Köszönöm, szóltál csak. Nem működik a verseny. Valami jön. Ez mi? De az jó egyébként, mert világítani tudunk. Várjál. Semmit nem tudok csinálni. Semmi. Ez kifagy. Persze, hogy lehetséges. Gyerekek, én ezt az emulátort anno a Forza miatt szedtem le. És ugye nekem a Forza Horizonhoz van beállítva az egyhez. Az, hogy most itt, mondom, megnéztem live előtt, és működött. Nem mentem benne sokat, egy 10 percet, és nem volt vele baj. Az, hogy most aztán már minden baj van vele, az nyilván, ez sajnos ilyen, az ember ilyenekkel próbálkozik. Nyilván, ha mindent átnéz, bele lehet ebbe futni, hát most sajnos ezzel nem lehet. Nyilván az sem, hogy melyiket, én kettőt töltöttem le, két Midnight Clubot, az egyik az jó, nem a nagyon villogott össze-vissza, a másik meg. De most már... Figyeljetek, nézzük már meg, látjátok? Na, csak derítsük ki akkor, ha úgyis, ha mennyire érdeklődtök ebbe az ügybe. Lehet, hogy szar lesz. Csináljuk azt? Van egy másik, megnézzük, hogy azzal átengedi-e. Legalább tanulunk. Na, ugye itt van egy másik, de most az, szerintem az katasztrófa lesz. Most tudom, hogy a mentést elfogadja-e, vagy itt egyből külön mentést akar. Mindjárt megnézzük. Jó?
Ez gyorsabban betöltött például. Aha, de ez 1, ez 6,1 giga, a másik meg 6,4 giga, szóval nem tudom. Mondom, hogy európai kiadás volt, vagy amerikai kiadás, vagy fogalmam nincs, hogy ez most itt mibe különbözik. Na ott az a kocsi, nézzük meg. Mondjuk tök hasonló a kettő. Szerintem ugyanúgy nem lesz amúgy jó. Igen, ugyanúgy szart. Akkor ezt a versenyt hagyjuk, azt fogom csinálni, azt teljesen skippeljük, megyünk tovább, és hogyha megint ez a verseny jön, akkor hagyom, hogy elmenjen ez a kocsi innen, és majd máshol fogom leokézni az indulást, és akkor talán jó lesz. Amúgy tényleg 2008-as, igazatok van, ne arra ugyatok, ott írja a játék is, hogy bármi lehet. Na mindegy, ezt mondom, tehát, hogy valaki emulátorozik, vagy modol, vagy bármi hasonlót csinál, akkor ezzel számolnia kell, hogy ilyen mindig van. Tehát ez egy elkerülhetetlen dolog. Sajnos. Na, én nekem például a Forza Horizon 1-et, hogy el tudjam indítani, az nekem egy napomba telt, hogy... Majdnem, tehát szó szerint reggeltől estig szoktam vele. Jó, hogy jön. Nincsen. Sajnos nincs. PS4-en itt Need for Speed Carbon. Kerültem a rendőrautót. De szép rajt volt. Ilyet még nem láttam. Na jó, legalább ez elindult, úgyhogy menjünk. Nitróra olyan érzésed van, mintha egy kilőne a kocsi közben. Ha a kilométerórát nézed, akkor azt látod, hogy nem mozdul meg. Mondjuk TikTokon lehet, hogy nem nagyon látjátok a kilométerórát a fejemtől, de... mit sem lehet látni. A kamera nézetekből ez van. Hát ma amúgy így egy kicsit smoothabb. Ja, így olyan, mintha meg lenne a 60 FPS. Mi hogy látjátok ebben a nézetben, mennyivel simább? Á, sokkal. Sokkal simábbnak tűnik nekem. Nézzük tovább. Van ez a nézet. Ú, ez borzalmas. Ez a kamera, ez borzalmas. Figyeld. Van ez a klasszik. Van a statikus. Hát, hogy a klasszikra kéne tenni. Van egy ilyen bemozdulása? Mindjárt kiderül. Használjuk egy kicsit ezt. Hát ez a repülő nem száll fel. Ajjajjajjajjaj, nem biztos, hogy ez annyira jó. Ez a bedőlés, ez nekem nem segít. Sokkal simábbnak tűnik ebbe az első nézetbe. Még a belsőben sem. Így. Jaj, mint hogy ilyen stabilabb lenne. First. Gyerekek, amúgy lófasz pénzt nem kapunk. Itt lesz valami nagy pénz, izé.
Minden verseny amúgy ilyen többből áll? Vagy ez hogy van? Meséljetek már nekem, hogy mennyi idő ennek a végigjátszása, meg hogy mennyi... Minden verseny ilyen több körös, mert sokat fizet amúgy egy verseny. Hát mondjuk nagyon menő, hogy kiírja, hogy milyen kamera nézetbe vagy. Ez tök jó, mert akkor nem kell. Jó, mondjuk amúgy is rájössz, de hogy tök fasza. Jó ötlet egyébként, szerintem jó. Nekem tetszik, hogy kiírja. Verseny közben egyértelmű végig darálni, mert lehet, hogy még nem ér oda, mert van, amelyik játék ugye előre megy. Idő kell neki. 8-as, 2008-as. Tehát 16. PS3 és Xbox 360-on volt, PC-n nem. De itt meg olyan könnyen le tudom őket hagyni. Azt hiszem a főversenyeket... Ja, mindjárt megnézzük. Meg hogy mi az, hogy főverseny? Tehát, hogy most egyáltalán én főversenyt csinálok? Nagyon jó kérdéseim vannak mi. Hogy mi alapján unlockolja ki ugye a további tuningokat? Hogy ki soha ne tudni. Igen, ez a térkép felső, bal felső sarka az, ami katasztrofálisan villog. Itt már nem rossz. Tuti lesz még egy verseny. Nincs. Ez szöggyári. Még egy verseny. Figyelj, 2007-ben már voltak szép dolgok. 8-ban, bocsánat. Hetes volt. Itt vagyunk lent Groove Street környékén. Annyira GTA 5 a map, hogy kegyetlen. Szinte tényleg, mint hogyha GTA 5 Ctrl-C, Ctrl-V-je lenne. Legalábbis a város. Nagyon az. Én abba se repülnék meg, hogyha ezt felhasználták volna a GTA 5-höz alapnak. Figyeljetek, már ez PS3-on tutira volt? Második állítót majd visszatesszük. Hogy... Erdünk újat. Mindig nem találom el a féket mindig. Be lehetne állítani VHSD-re, akkor jó lenne, vagy bármire, csak egy kézzel kelljen vezetni, mert két kézzel való vezetés, ez annyira nem adja. Mindegy, egy végigjátszást megér, azt kibírom. Don't
Még simán nyomok egy S betűt a fékezéshez, miközben a I betűvel fékez. PlayStation Portable, PlayStation 3 és Xbox 360. Hát akkor lehet, hogy rá fogok nézni erre a PS3-as emulátorra, mert az van. És elvileg az annyira nem is rossz. Ez az Xboxos, ez kevésbé jó. De még olyan, mintha még mindig meg lenne ez a kameraség. Én ezt nem értem. Habár mondjuk az egész kocsi seggere meg, úgyhogy... Mindegy igazából, szerintem az már ki van kapcsolva. Cinematic kamera az ütközésnél van. Default kamera stat... Ja, az úgy az, hogy más. Alapkamera beállítás. Hát akkor ez ilyen. Ez nem tudok változtatni már jobban. A mapon, de várjál, a mapot azt úgy tudom behozni, hogy így. Mapon a mission log. Várjál. Nem tudom, mivel kell itt mászkálni a mapon. Jön a rendőr. Meg elnyomok mindent. Csak elmegy mellettem. Ja. Melyik a főverseny? Na most ugye ez a kérdés. Mert én erre tippelnék. Ez kocka. Úgyhogy... De szerintem az maga a kifagyós verseny. Az baj. Undercover, de előtte a Pro Street, az nagyon jó, az lényegesen jobb volt enni, azért mondom. Az Undercover is autómodellileg szebb. A textúra, pályaügyileg nem, de a Pro Street nagyon szép volt szerintem. Az már korát meghazudtoló grafikával jött. Az egy évvel korábbi ugye. Szerintem igen, ez a sztori. Szép. Azt nem mondom, hogy nem szép. Meg biztos, hogy Xboxom sokkal jobban néz ki. Ezt megmerem kockáztatni. Három versenyt kell megnyerjünk. Király. Na nézzük. Egyébként egy kicsit olyan, azt érzem, hogy hát ez igen, tényleg se konzolom volt. Mondjuk az Undercover is állítólag konzolon sokkal szebb volt, mint PC-m. Hát nagyon azt mondják rá, hogy PC-re lett elbaszva. Nekem ami itt nem, kicsit azt mondom, hogy ilyen uncsinak hat, hogy ez a... Most mi van? Mikor fogok tudni újabb tuningot föltenni? Meddig kell még versenyezzek? A Need for Speed egyébként, hogyha belegondoltok amúgy, azt rohadt jól megoldotta, hogy az Underground 2-nél voltak ugye térkép részek, amiket fel kellett oldani. A Most Wanted-nél ott bosszok voltak. A Carbonnál térkép részek voltak szintén ugye bosszokkal. Az a Pro Streetnél ugye volt egy ilyen rajz, amin keresztül kellett menni. Az Undercover meg már, ott már semmi nem volt, tehát inkább azon, ott is voltak ilyen térkép részek, de az már átláthatatlan volt. Én sokkal jobbnak értékelem, amikor egy játékban van valami fa, egy ilyen haladás fa vagy valami, ami alapján tudod nézni, hogy hol jársz benne. Mert így, hogy beraknak egy térképre, az egész térképen mehetsz, azzal sincsen semmi gond. De hogy őszintén fingom nincs, hogy most akkor mi van, mi lesz, mikor kapok új tuningot. Nyilván telefonon mondják angolul, hogy új tuning érkezett a kutyaröcsögei sarki tuningboltba, szóval biztos, hogy van erre válasz, de hogy így, ha nem tudsz angolul, vakon vagy, szerintem az fix. Hogy legalábbis én most azt érzem.
És kicsit olyan feelingje van így a játéknak ezáltal, hogy így megy, verseny, vége, verseny, vége, verseny, vége, és akkor, hogy így... De mondom, ez még változhat, mert ennyiből még nem mondanék rá semmit, ha meglátjuk. Lehetne egy kicsit, vezethetne egy kicsit jobban a játék. Next race. De hogyha ilyen fizetéseket kapunk, én nem tudom, hogy fogom a 200 ezeres autót megvenni, kb. Sehogy. Biztos, hogy majd végül többeket fogunk kapni. De ez így kevés. Jó. Ja, igen, bocs. Ha gáz nyomnám, akkor is indulnánk. De mondom, hogy az Xbox 360 emulátor is már elképzelhető, hogy sokkal jobb. Van nekem... Én azért használom ezt, mert emlékszem, hogy a múltkor nagyon rossz volt. És nem egy napomba telt megoldani, hogy működjön, úgyhogy én úgy voltam bele most, hogy nem keresgélek, hanem jó lesz ez. Ez biztos, hogy megy. Tök érdekes, hogy ebbe autókat használnak, mármint, hogy igazi real autókat, a GTA-ban meg nem. De érdekes. Mert volt már annyi autója egyébként a Rockstar Games-nek, hogy hihetetlen, nem tudom, hogy miért nem erőltette jobban. De egyébként feelingre tényleg megvan az érzés az embernek, ha ezzel játszik, hogy így megáll, kiszáll a kocsiból, azt megy lövöldözni kb. Mert hogy ennyiben tér el a GTA-tól ránézésre. Nekem legalábbis. Akkor jó csúcsú. Jobban bíztam, hogy lepattanok róla. Ez még meg lehet. Még bőven meg lehetünk. Megyünk egy jobbos. Vigyázni kell, mert a tereptárgyak törése az még egy kicsit furi. Szokni kell, nem mindent tudsz széttörni, oszlopokat sem nagyon. Nem gyorsul. Nem tudom, hogy pontozásos rendszer van, de nem néztem. Úgy pattogott már az a kocsi, gyereke. Hát tehát. Itt lesz a vége. Nem, még nem. Meg lesz. Jó, megvan. Szerintem vége. Három megvolt. Szerintem ennyi.
Na, rész. Igen, Vince. Ja, hát nem tudom egyébként, hogyha ha esetleg nem nyerek meg egyet, akkor mi van? I'm not gonna lie. I'm still not impressed. Jó. Hú, gyerekek, itt a izé is. Móló. Hát egy kicsit más, ugye a GTA-ban ez egyenes. Ja, itt talán azt mondom, hogy talán realisztikusabb. Na várjunk. Van itt valahol rendőr? Nincs is rendőr, messze van. Nézzük már egy mapot. Rohadt messze van. Akkor egyenesen végig. Aztán, ja. De hogy jönnek? Ez Midnight Club Los Angeles. Ja. Jó, kijöttünk onnan bentről. Jó, megyünk végig, és akkor a végén... Elvileg, nem is a végén, de lesz egy ilyen kocka verseny. Szerintem azok a sztori versenyek, azt gondolom. Lehet egy gyorsabb a kocsink, mindjárt megnézzük, hogy majd mindjárt tuningolunk rajta valamit, hát ha lehet már. Azt nézem, hogy tuning műhely is arra lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. környékén jobbra. Ugye megoldjuk. Inkább itt megyek jobbra. Look, you see what I can do out there? Where's the real action at? Homie, all I'm seeing is a whole lot of average. Little league stuff. You need to start showing some rage. Spread your wings. You feel me? Kettő. What are you talking about? You're a one trick pony, homie. A harmadik. Hogy ez nem az. Már azt telefont, ha lehet. Nem kell neked most telefonálni. Mindegy, megyek erre, mert nagyjából már eleget jöttünk. TikTokon a lájkokat meg tudjuk pörgetni, és kacok egy picit. Az meg. Ez zseniális. De milyen korrektül jön a rendőr egyébként? Nem ilyen bugyután jön, hanem úgy rendesen. Tök jó a mozgása a rendőrautónak. Rázzam már le valahogy. Ezen nem lehet átmenni így, igaz? Azt hittem, hogy átmegyek így a, mondjuk a benzinkúton. Szerintem nem. Kicsit rossz állapotban van a kocsi. Félre is húz? Hát gyerekek, elhúz a kocsi félre.
Na várjon. Olyan, mint a demende bekötve a biztonsági, az csipog itt össze-vissza. Rugodjál, meg térképet nézek. Egyenesen van a tuning műhely. Jó, menjünk. Bocs. Igen, ott vagyunk, ahol minden grafikai elem rommá dől és összeomlik. Hál' Istennek, hogy mostanában nem kellett sűrűn erre jönni. Tedd már le a telefont, nem látom a térképet. Köszi, ott van. Kocskacok, ez ilyen. Csak ez a rész. Üsd már ki azt a rohadt villanybódnak. Ezt már a GTA-ba is megoldotta a Rockstar Games. Itt miért nem sikerült nekik? A fát. Meghoztam a roncstelepbe a szaromat. Jó napot! Remélem megjavítják. Ugye a mapot másképp is, nem tud, inkább nem kísérletezek. Vehicle showroom, customization. Nem kell hozzá megjavítani? De várjál, rosszat nyomtam. Így van. Ezt nem is néztem. Na, akkor performance. Ó! Igen. Ezeröt, 600. Na várjál, ezt gondoljuk már át. Na mondjuk így erre lenne pénzünk. Akkor ennyi. Mehetünk ki. Lényegesen nem lettem gyorsabb. Van egy kis turbó hangunk. Az nyugtat meg, hogy ilyenkor mindig megnyomom a space-t, hogy kézifékkel forduljak be. Mert mindig elfelejtem, hogy a kézifék az nem a space, de hogy mi az, azt nem tudom, de hogy az nem, az tuti. Na most kacok, ez sztori verseny, vagy továbbra is csak ugyanazokat csinálgatom? Gyű, hogy leült? Ez nem ugyanaz a verseny, mint ami az előbb volt. The Great Palace. Én ezt megcsináltam. Na ezt valaki nem tudja esetleg, hogy ez a story verseny, vagy most ez így teljesen csak egy ilyen verseny, amit újra és újra és újra meg lehet csinálni. Ezt nem csináljuk most meg, mert szerintem ez nem az, ami nekem kell. Viszont... What you got for me, Carol? Some advice, probably ignore, but whatever. I'm feeling nice.
getting that car in good shape for me. I hope the interior is clean, dude. Hát azt is el tudom képzelni, hogy ilyen bosszok vannak, akiket le kell nyomkodni. Hű. Na, térképnek, na ez a része nagyon rossz. Itt ugyanis innen. Itt már jó, itt már jó. Francba fordul azzal az izomautóval ilyen szépen. Baj van. Ezt én nem tudom mit tuningoltak az autón, de visszaviszem, hogy javítsák meg, mert... Nem lettünk gyorsabbak. Picit top speedben jobb, de... Lesz meg. Nem lesz meg. Ez most nagyon elment. Hát, olyan nagy csoda kéne, hogy ezt megfogjam. Az bizony mindjárt piros lesz. Nem, még jók vagyunk, még történhet csoda. Nem akar ütközni egyet véletlenül? Ott jön a cél. Jó, megúsztuk. Oké, de csak akkor ez is több versenyes. Kettő. De ilyen rankok vannak, amikkel rep earned, és akkor szinteket tudunk lépni. Biztos az is win hat race with tuner 1. Hát akkor... Nem tudom, hát tényleg nem érzem azt, hogy nagyon vezetné így a sztori, sajnos, de mondom, lehet, hogy nagy hátrány az is, hogy PC-ről nyomom. Xboxon biztos, hogy PS-en könnyebb lenne. Iszonyatosan megcsúszik a kocsi. Miért streamelni? Köszi szépen, jó streamelést. Meddig nyomod ma, Kizu? Jó. Egy kanyar, erre. Ó, hogy lehagytam, hát... Most nézem, az autó se fog élni. Resident Evil, várjál, egy pillanatra, várjál már. Holnap jön az új magyarosítás? Jól mondom, hülyeséget mondom.
De, utol fog érni, mert olyan jó vezetek bezzenek most, hogy... Már azt én is akarom nyomni már, azt hiszem holnap, hogyha holnap jön, azt beszéltük ma pont. Azt várom. Jó, vagy nyomjad, hajrá! Csucsu, láttad a TikTok-omat, hogy mi történik ott így? Az meg is nem áll meg. Most nem tudom, milyen megtekintések vannak, de amúgy durva. Hogy... Úgy, hogy necces lesz. A végére izgalmas lesz. Nem tudom mennyinél van, de a kis autó is nagyot megy. Ez a kis autó is rohadt nagyot megy, azt néztem. Az nem rossz, de a kis autó, akkor a kis autó megy nagyobbat most. Az live előtt ilyen 10.000-nél volt. A Blackbird az 70. Mindegy, jók a számok. Most azt mondom, hogy jók. De csak abba a követésbe is amúgy. Elég szépen menetelünk fölfelé. Hogy, ja, szép, szép. A Merci, a Xiaomi is nagyon-nagyon nagyot ugrott ma. Hogy nagyjából majdnem mindegyik. Mindjárt van a 34.000 követő. Tetszett nagyon a Blackbird. A híd vezet? Hát a hídat nem lehet lenyomni. Úgyhogy... De legalább most már az emberekhez eljutnak a videóim. Megoldottuk. Igen. Nagyon nem akarja telefont elengedni. Nem lenne baj a telefonnal, ha nem takarná ki állandó jelleggel a térképet. Forzalmasan zavaró amúgy, amit csinál. Igen, én is erre gondoltam, hogy elmegyek a autotuning boltba, mert elvileg azt mondta, nem, hogy ott lesz, vagy valami ilyesmit gagyogott. Próbálok oda menni, ha jól tudom, erre felé van. A fényességességen jó lenne túl lenni. Ez borzalmas még mindig. Nem tudom, hogy ezt miért nem tölti be a játék, ezt a részt. Fel nem fogom. Tehát hál' Istennek csak el, térképnek csak ezen része nem jó, a többi jó. TikTokon hányan vagyunk amúgy, akik itt vannak és néznek is. Van olyan csend. Pedig számszerűen meg jók vagyunk.
Hátulról nem tudok bemenni. Azt tudom, hogy 39, meg van, hogy több is, most 41, de hogy... Néma csendben ül mindenki. Jó, hát nem gond. Örülök, ha írtok, de ha nem, az se baj. Na nézzük! Ennyit a No Copyright-ról. Vehicle Showroom. Helyett vissza. Manage Vehicle, az kell nekem. Ha és akkor van egy Camaro-unk. Hát ez lényegesen jobb. Nem tudjuk eladni? Shell Ride. Mennyit ér? Trading valóban 10.632, adjuk el. Jó, az a Nissan, meg minden, meg nem, nem, adjuk el. Nem tudom, melyik az X. Nem, mert bajba leszünk. Szerintem az... Létezik, hogy ez? Nem. P? Nem. A biztos nem. L? Yes. És A. 11.000, na, van lóvé. Akkor ezzel nem foglalkozunk. Ez majdnem, hogy stock. Ahhoz képest, hogy stock amúgy nem rossz. De nem rossz. Jó, akkor... á, és akkor... exterior. Ez már alapból tuning volt. Ja. Hát, hogy őszinte legyek, én lehet, hogy... Ezt nem tudom. Ez nekem nagyon nem tetszik. Nem muszáj, hogy ne költsünk rá, de... Egyértelmű. Fight Buddy azt... Az a... Kár, hogy nem látni egyébként, hogy mi lesz. Várj még egyszer. Valami komoly felnit kéne alá tenni. Nincs American Racing. Mondjuk egy... Hát... Csak ez a jó. Ja, hogy olyan is van, hogy mind a kettő egybe. Az a baj, nem lehet egyszer jobban leültetni. Emelni tudok rajta nagyon. Kár, hogy nem. De még ez tud lejjebb ül. Az első nem tud. Jó, jó lesz így. Akkor ezt elfogadjuk. Baszik, ez milyen drága már. Nem, nem. Ennyi pénzt nem tesszük rá. Jó lesz. Még a hátulját megnézzük. Hű. Van itt azért cucc. Maradjon.
Hát az tok, szerintem ez így elég. Szebb. De most ezzel le is szedtem magamról a izét. De le is kaptam róla az oldalsó kipufogót. Igen. Sárga. Mert ennek a se... menj már, ez kurva jól néz ki. Hű, ez a két tónusú, ez zseni. Hát... mert hogy azt mondom, hogy ilyen legyen. És akkor váltok. Jó, akkor elvileg. Jó, kész. Tudom, de most azon nem akartam belenyúlni. Amúgy az ajtó az úgy maradt, így be vagyunk bugolva. Abba bíztam, hogy az ajtó csak visszamegy. De nagyon jól néz ki az ajtó, gyerekek. Az ajtóra van megoldás, hogy be lehessen csukni? Van rá valamilyen alternatív? Mert így... lássuk be, hogy annyira nem szexi. Ugye van egy ötletem, hogy ezt hogy lehetne megjavítani. Ilyen ajtóval kell játszani, akkor ilyennel játszunk. Custom vehicle. Ilyet, már össze is törtem. És akkor az ajtót akarom megnézni. Így van. Ennyi. Pedig jó lett volna, hát hogyha több leszorító erőt ad. What a menő ez a leültetés. Kurva jó. Azt a mennyi ideig vált. Ha vagy a csávó ellenünk nem volt ilyen lomha. Szeretném tudni, mi a kézifék, de nagyon. Nem tudjuk meg. Nem az. Nem, de mapot az már tudom. Eltüntetni, nem? Fogalmam nincs, mi a kéziték. Nem jövök rá. Jó van, Csucsu, jó éjszakát, jó pihenést, jó legyél.
Tényleg elmegyek a legtávolabbi versenyhez? A rendőr nem lehet ilyen könnyen lezúzni, ezt most már megtudtam. Lehagyjuk őket. Valahogy. Ez viszont feelinges a rendőri üldözés. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Midnight Club Los Angeles. Nem sikerült a taktika. Nagyon kéne az a kézifék, de fogalmam nincs, hogy mivel lehetne. Lehagytuk már őket, de most igen. Siker. Jó, megvan. Azt kéne tudnom, nem még mindig jönnek, mert gondolom a bejelentések, hogy törögzúzok. Végre. Versenyre akarunk elmenni, az lenne most a mi célunk. Igen, elfogadok minden. Van egy narancssárga is. Ez mivel különbözik a többitől? Jó. Ja. Menjünk arra. Gyerekek! Ez most mi? Hogy? A
De amúgy biztos látványos, amit csinálod, csak nem tudom. Kurva jó, csak nem tudok vele elindulni. Oké. Aha. De akkor ezek gondolom valamilyen szinten sztori versenyek már, mint hogy ezeket csinálgatni kell, hogy haladjunk. Csak egyszer kellett rávillantani. Már megy is. Épp benyomtam a nitrót. Nem szarakodunk itt, gyerekek. Nem lehet szarakodni. Az RX-7 hogy nyomja neki? Á, gyere ide! Jacok, hányan vagyunk a Twitch-en, akik itt is vannak? Igen, nekem lenne egy kérdésem, hogy nektek volt-e vagy van-e az életetekben olyan, hogy valamiért rohadtul oda vagytok, de inkább egy márkáért, vagy emberért, vagy nem tudom merre kell menni, de erre. Rommá törtem a kocsit, tehát hogy amikor ugye az ember így fogga a körömet, mit tudom én, megveszi az első Opeljét, és akkor onnantól kezdve minden, ami nem Opel, az szar, vagy így. Most így például mi volt az? Tehát, hogy így... Tehát, hogy ha van, akkor az így micsoda? A TikTokon is nyugodtan válaszolhattok erre a késő. Tehát, hogy mit tudom én, mikor van, vagy az iPhone-os, az Android... De most várj, de a motorod, vagy a motorod, mint márka, vagy a te motorod. Én arra lennék kíváncsi, hogy az emberek, amikor... amit most például a két okosnál lehet látni, hogy ilyen tömegek nézik ezt a két embert, hogy ilyen... Hogy tesz valaki ilyen szinten rajongó? Mert én nálam is sose volt az életem része, hogy... Valahogy, valami, nem tudom, hogy miért, én valahogy sose voltam oda, kifejezetten egy dologért. Tehát, hogy a kocsimat szeretem, a Seat egy jó márka, de nagyon sok például ronda szerintem, nem mindegyik. Az meg. Damage out. Ege. Motorom, mint márka hűség. Sütett, és mind motorom, modell, tudós, mint a rajongó. Köszönöm, minden vacak, ami nem. Ebben mi? Belpúr. De mi? De egyébként az jó egyébként, hogy valaki ilyen nagyon márka hűség ges lesz. Én nem tartom annyira jó dolognak. Az, hogy egy adott valami tetszik nagyon, azzal nincsen baj. Azt szerintem egy tök elfogadható dolog, valamelyik márkából. Nem tudom, nálam valamiért az életem során sose alakult ki az a gondolkodás, vagy nagyon sok embernél, hogy van egy adott dolog, és akkor
Úgyhogy ez a kedvenc, és akkor ebből nem enged. Nem, mondom azzal kapcsolatban, hogy mondjuk van a Harley Davidson, és hogy akkor abból veszel egy típust, és akkor azt imádod, és mindenkinek elmondod, hogy milyen jó, mennyire megbízható, azt szerintem rohadtul rendben van. De amikor egy adott típus miatt, vagy abból kifolyólag már az összes többi motorját isteníted másoknak, az szerintem egy kicsit maximum magatokkal csesztek ki ilyenkor, az én véleményem, mert lehet, hogy például egy Indian motor meg jobban tudna nyújtani egy másik típusba. Hogyha mondjuk le akarnád cserélni a sajátodat, például. Jó, ebben kiegyezhetünk, tehát AMD-t nem vennék. Nem. Ez a Midnight Club Los Angeles, tehát az biztos, hogy én nem tudom magamat AMD-re rávenni. Tehát én azt érezném, hogy így hátba szúrtam az internet. Nem. Az Nvidia-t se tudnám AMD-re cserélni. Valahogy ez egyetértek. Mi milyen motorod van egyébként, hogyha szabad érdeklődni? Gyerekek, azon gondolkoztam ma, mondom, le van szakadva a kocsiba a tetőkárpit. Mondom, csinálok egy TikTok videót, nem hiszem, hogy megcsinálnám amúgy, csak így elmondom, mint gondolat, mert csinálnom kéne egy TikTok videót, hogy így, ha találok egy olyan kárpitost, aki ingyen és rohadt jól megcsinálja, azt kirakom meg promóba a TikTokra, hogy ide menjetek gyerekek, mert én például rohadtul nem tudom, hogy hova menjek kárpitoshoz, de elképzelésem sincsen. Aztán így nem tudom, nem akarok annyira belemászni ebben. Nyilván nem fog senki megkeresni ez ügyben, hogy az én tetőkárpitomnak baja van, mert nem szoktam reklámozni, de hogy így... Ja. Intel se vennék izébe, VGA-ba. Miket és mikor küldted, Doki? Hogy egyébként alapvetően nekem az is fura, amikor például most lehet, hogy már kéne, ez öreg vagyok, vagy nem gondolnám magam öregnek, de lehet, hogy az vagyok, hogy amit láttam a két okosról ilyen videót, hogy a 10x éves kis fiatal gyerekeknek a kezükbe, a levegőbe vitték az egyik csávót belőle. Hát én nem, bármennyire is kedvelnének a nézőim, én ezt nem érezném. Nem tudom, én soknak érezném. De ahogy... Én ugyanolyan embernek gondolom magamat, mint ti. Semmivel nem vagyok több vagy jobb. Egyszerűen van egy hobbim, amit csinálok, szeretem. Emiatt itt vannak és néznek. Ez pont ugyanolyan, mint valakinek a munkahelyén, hogy esetleg hogy megbecsülik azt, amit csinál, mert ügyes. Tehát most ennyi. Én nem is így gondolom. Nem tudom. Nekem fura, amikor valaki túl hype-olja még saját magát is. Kawasaki ZZR 1400 több centit jelöli, vagy mit, skaca? Mondjuk az durva lenne. Na mindjárt írjátok, hogy igen, úgyhogy én elhiszek mindent. Jó. Ez 6 darab versenyből áll. Nem utogass. Ez 6 versenyből, 1440 köztönt, ez mit csinál? Hallod, Évi, a csávónak nagyobb motorja van a motorjában, mint neked a kocsid. Csicskák vagyunk. Egy 3000. Ő csicska? Azt mondja, Évi, csicska vagy. Azt mondta, csicska vagy. Nagyobb a motorod. Nem, komolyan, bazzeg, ez mi? De ez milyen kategória?
Mert még Harley-ba megjel, mit 1440 köpcent, és mit tud? Hát, hogy mi a különleges képessége? Meghúzod a gázkart, és így kimegy belőle? Úgyhogy a motor meg sem mozdul, vagy az már... Milyen lánc kell arra, hogy ezt elbírja? Átrakjuk a motort a kocsiját. Szerint 98 lóerő, de a tiéd több. Megmerem. Sportúra motor. De apámnak van egy Suzuki-a 1000-es, azt hittem, hogy az már nagy. 220 lóerő. Jó, ennek örömére szerintem tartsunk egy 5 perc szünetet, aztán még egy órát akkor belenyomunk ebbe, az hátha lett. Nem indul be valahogy a játék, mondom őszintén, nem tudom mi a véleményetek róla, hogy látjátok, én azt érzem, hogy kicsit ilyen lagymatak. Tehát a Need for Speed egy ilyen irány, tehát a Need for Speed egy sokkal jobban felépített játék, mint ez. Nekem Opel? A K-betű az el akar lenni, ott van mellett az Opel 95 lóerős. Gyerekek, nekem 105. 900-at tervezek. Gyerekek, ilyen nagy motorosok vagytok. Gondolkozom én is a motorjogsin, de nem tudom, nem akarok meghalni. Még ilyen feelingja volt ennek a játék. De ugye, hogy nem olyan nagy szám? Jó, fél, még egy órát belerakunk, jó? Mindjárt jövök egy 5 perc, addig mindenki... Ma beszélgessetek a motorokról addig, jó? Na pillanat.